Tisztelt elnök úr, elnökségi tagok, hölgyeim és uraim, és külön tisztelettel köszöntöm az eddigi díjazottakat. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a ma este folyamán én személyesen adhatom át az életműdíjat egy olyan személynek, aki nem pusztán azért lett vezető, mert kinevezték, hanem azért, mert igazi líderként követte őt a csapata. Egy olyan vezető nyerte el ezt a megtisztelő díjat, aki kiváló menedzser, és ezt nem csak a hazai menedzser társadalom, hanem a nemzetközi menedzser társadalom is így ítélte meg, és így gondolta. Úgyhogy a díjazott számos hazai és nemzetközi díjjal a zsebében ül itt most egy bizonyos asztalnál. Ő az a vezető, akiről több mint 30 évvel ezelőtt, vagy nem is, közel 30 évvel ezelőtt, a nemzetközi sajtó úgy írt, hogy a legígéretesebb közép-kelet-európai vezető. Ez a vízió valóra vált, és valóban ő egy nagyon sikeres életutat tudhat magáénak, és persze a nevét nem mondhatom, annyit azért hagy mondjak el, hogy nélküle a mobil szolgáltatás színvonala nem itt tartana. És nélküle az élet furcsa párhuzama, a Gránit Bank sem válhatott volna az elmúlt 10 év leggyorsabban növekvő hitelintézetévé, hiszen a szolgáltatásaink, elsősorban a lakossági szolgáltatásaink alapja a digitális platform, a mobil telefon. A díjazott nem csupán menedzser képességeitől vívta ki a hazai és nemzetközi menedzser társadalom elismerését, hanem valami olyan képessége is van, ami mintául szolgálhat mindannyiunk számára. Ő az, aki több mint 30 éve egy boldog házasságban él, egy olyan feleséggel, aki saját maga is sikeres első számú menedzser volt. A Gránit Bank számára ez a díj azért a szívügyünk, mert úgy ítéljük meg, hogy a díjazott elkötelezettsége a hosszú távú értékteremtésben és az élenjáró digitalizáció iránti motivációjában hasonló ahhoz, ami érték mindig is jellemezte a Gránit Bank tevékenységét. Végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy az életmű díjnak rengeteg sok előnye van, nagyon magas a társadalmi presztízse, de van egy hátránya. 20 évesen nem lehet átvenni. Azt gondolom, hogy ha majd önök is megismerik a díjazott személyét, akkor egyetértenek velem abban, hogy korai még a visszatekintés, hiszen jelenleg is aktívan dolgozik, és én azt remélem, és abban bízom, hogy nagyon sok-sok eredményes év előtt áll még. Köszönöm szépen!